Jó reggelt, még mindig Basrában vagyunk. A mai nap nem csak azért különleges, mert ha van a szülinapom, hanem mert autót bérelünk és elindulunk Bagdad felé. Az első megállónk a mocsári araboknál lesz, amit már nagyon várok. Itt is vagyunk, helyi autóbérlő cég. Jó reggelt! Good morning! Megkaptuk a kocsit, nem ezt foglaltuk, hanem egy jóval kisebbet, de az nem ért ide Bagdadból. Ez egy kínai csoda SUV. Sajnos arra már nem volt ideje az autóbérlő cégnek, hogy lemossa az autót és belül kitakarítsa. Jó nagy darab. Jó erős motor lehet benne, 4 kipufogó. A 2000-es 230 lóerős turbobenzinmotor azért nem volt egy nagy szám. Tibi gondosan körbe videózza, hogy nehogy ránk verjenek később bármiféle sérülést, ami már rajta volt. Azt a minden, itt bőrülés. Üvegtető! A szélvédő az el van repedve. Itt tart a kínai autóipar. És ez nem is elektromos kínai autó, hanem egy benzines. Néztem, hova kell bedugni a kulcsot, csak ide kell rakni. Összintén szóval jobban örültem volna egy olcsóbb autónak, ugyanis itt nincs biztosítás rá, tehát 100%-ban felelünk a károkért, ha bekövetkezik bármi. Már elindultunk a kocsival, a biztonsági nem működik elől egyikünk és se, egyszerűen nem lehet kihúzni addig, hogy be lehessen dugni. Más választási nem volt, úgyhogy elindultunk így is. Izgalmas. Jó kis arab forgalomba vezetni. De káosz van, de óvatosan. Óvatosan vezetnek a szállban. Csak figyelni kell, hogy összeérjünk szűk helyzetekben. Más autóktan, mert itt nincsen sáv fölfestve, tehát itt annyi autó megy a úton, amennyi elfér. Szembevegyék a forgalommal, mert a másik sávot építik. Másik oldalt. 800 méter. Yes. Nem zavar. Tarts jobbra. Ez itt megint olyan, mint India. Az előbb itt is voltak tehenek, akik a szemetet ették. Még szoknom kell ezt, hogy öv nélkül vezetek. Olyan érzésem van, mint ha egy száv pöcsbe mászkálnék az utcán. Annyira hozzá vagyok szokva öfhöz, hogy zavar, hogy nem nincs itt rajtam. Hiányérzetem van. Egy piac közepén találtuk magunkat. Kis rácok. Úgy tök fiatal gyerekek vezetik az autókat. Egyes autókban, nem tudom, 14-15 éves gyerekek, vagy annál is fiatalabbak ülnek a volán mögött. Kemény. Első találkozásunk a mocsári arabokkal, gyorsan félre is álltunk az autóval. Mocsári arabok. Egy ősi arab népcsoport, akik a Tigris és az Eufrátesz lápos részén, főleg bivajtenyésztésből élnek. Itt vannak a kis hajók, ilyen nem megyünk mindjárt mi is. Itt helyi mocsári arabok a turistáknak készítettek ilyen tradicionális házban szállást. Látszik, hogy nádból van építve maga a teteje, meg az oldala az épületnek. De itt megmutatom, hogy itt ötvözve van ezekkel a agyagszerű, nem tudom, vályog nálunk, de itt az ilyen sárból tapasztott fallal. És akkor itt van szálláshely a turistáknak. Wow. Na, ezt jól megcsinálták. Mondjuk áram az itt nincs most. Ez lenne a szoba. Ajánlották ezt is amúgy. Csak nem jön ki jól a lépés. Na, lett áram. Ezért a tisztaság az ilyen. Hát igen. De különleges maga az épület. Nézd, Tibi, milyen jó?
fürdőszoba a gyenge pont, de ez itt jól meg van csinálva. És elég, eléggé megkérik az árát. Mennyibe került, Krisztina? 60 dollár per fő? Hát azért az sok. Mert ha szoba lenne, 60 dollár per szoba, az még oké lenne, mert az a normális. Annyira szálltunk meg Basrában is. De 60 per fő azért az kicsit húzós, én úgy gondolom. Nincs is itt senki. Kezdődik a nap fénypontja. Itt láthatók azok a nádból készült házak, amiben a mocsári arabok laktak, vagy laknak még a mai napig is, bár a legtöbbet most már a turisták használják piknikezésre. Ugyanis Saddam Hussein idején megpróbálták teljesen ellehetetleníteni az itt élő embereket. Még a nádast is lecsapolták, hogy ne tudjanak itt élni. A terület nagy része sivataggá vált. Jégmadár, elnézésre formájára, csak fekete-fehér és a bóbitája van. Hát ez gyönyörű. Isten. Ott vannak a bivajok bent. Tehát az itt élő arabok, azok bivaj tenyésztésből éltek, vagy élnek már, visszaköltöztek Saddam Hussein idején. Megpróbálták felszámolni a mocsári arabokat, mert őket nem tudta gyakorlatilag a uralma alá keríteni. Ahogy megbukott Saddam, visszatértek. Ott vannak a madarak. Ez a két fajta. Jaj, de szép. Visszak a bivajok. Milyen érdekes, hogy egymás. Igen. Szinte összetapadva úsznak. Ki gondolta volna, hogy arabok nem csak a sivatagban élnek, hanem a mocsárban is, a nádban, a vizen. A puska a kezébe. Hú, vagy ilyen jönnek, te jó Isten, meg forgalom van itt. Ott a bivaj. Majd előre. Vigyázz. Vigyázz ki. Szia, bivaj. Na, kaját is kapunk. Méghozzá ezt a kilapított, füstölt pontyot. És Saddam Hussein kedvenc étele volt. Szülinapi menü. Jól néz ki a kis halat. Hát, hogy onnan van a piac. Nem mondj ilyeneket. Na, van itt valami savanyú is, mutattak. Érdekes, savanyúnak savanyú. Amúgy nagyon finom. Meg van füstölve. Nálunk is adhatnák így pontyot, tele van szálkával. Nagyon finom. És meg kell küzdeni minden falatért. Nem akarjuk szálkával megenni. Háj! Elment sajnos az idő itt, hogy nem annyit akartak fizetni velünk, amiben megállapodtunk. Nyilván annyit fizettünk a végén, de közben lement sajnos a nap. Meg akartuk nézni itt a mocsári araboknak, itt volt egy ilyen faluszerű része, de hát most már ránk sötétedett, és meg így is 90 kilométerre van Nassaria, ahol megszállunk ma. Nem tudtuk, hogy most csak melyik irány, vagy melyik sávba kell menni. Egyik irány, másik a másik irány, és egy darabig én mentem szembe a forgalommal abba a két sávos részen. Aztán egy idő után, miután nem ment senki, csak én mentem szembe a forgalommal, átjöttem a jobboldali részre, ahol szinte nem volt senki, de az egy építés alatt álló szakasz. És átmentem, és most úgy néz ki, hogy mégis a szembe kellett menni a forgalommal, ez az út, ami megyek, még nincs átadva. És most visszamegyünk szembe a forgalommal.
Itt át tudunk menni. Úgy, jó magas a kocsink. Na, úgyhogy folytatjuk szembe a forgalommal. Ez a helyes út. Kicsivel később jobb lett az út, úgyhogy száguldoztunk, de nem jutottunk messzire. Ugyanis a nagyjából 50 kilométerenként lévő ellenőrző pontok egyikén fennakadtunk, elvették az útlevelünket, és bekísértek minket egy irodába. Ahol a most következő egyik abszurd jelenetnek ti is tanúi lehettek. Nézd ki, a galambot is behozták hozzánk. Őt is fogva tartják, nem csak minket. Egyszer csak elment az áram, és egy katona a korom sötétbe egy galambbal lépett be az irodába. Most elengedték a galambot, és itt repked össze-vissza az irodában. Hát ez kész. Hiszem a... Rászállt a tévére. Erre fogad. Mellé. Úgyhogy itt vagyunk a checkpointon, egy galambbal a kezembe. Már kaptunk enni-inni, tovább nem engednek, de galambot kaptunk. Az irodából már kiengedtek minket, de ezért voltak érdekes pillanatok. Egyszer csak a főnök előkapta a fegyverét, meg a kését, azt így szórakozott velünk, hogy levágják a fejünket majd itt. És videóra veszik. Ez mind humoros köntösbe volt burkolva, tehát csak szórakoztak, de azért ebben az országban ez annyira nem is vicces. Megkezdtük a romok felkutatását. Irakban rengeteg ilyen rom látnivaló van. Ez Ur, ugye innen indult a civilizáció, az első város. Első városok itt voltak. Úgyhogy mindenképp megnézzük. A helyi viszonylatban szerintem méreg drága belépő, 6500 forint. Megmondom őszintén, engem a romok nem hoznak lázba. Az igazi élmények mindig két látnivalók között érnek. Csak kocsijával a csávó. Pont úgy is vezet, ahogy kinéz a kocsija. Minden irányból összetörve. Már itt vagyunk Najafban. Síták egyik legszentebb mecsetét fogjuk most megnézni. Itt már a Krisztinának is kendőt kell hordania. Így kicsit jobban elvegyelünk. A biznisz azért itt is megy. Árulnak mindenfélét. Kis fakocsikon. Semmi sem kóbégatnak, hanem hangszóróból szólnak az ajánlatok. Valami kaja is. Az jól néz ki. Az is jól néz ki. Ah, itt minden. Csoda ruhapiac. Ide már egy ilyen átvilágításon keresztül jöhettünk be. Van itt nyüzsi rendesen. Sajnos a gyönyörű mecsetben nem lehetett videózni. Kijöttünk a mecsetből, és elméletileg itt vagyunk a világ legnagyobb temetője mellett. És van itt egy parkolóház, aminek a tetejéről jól látszik az egész. Megpróbálunk oda fölmenni, ha megtaláljuk. Sietni kell, mert mindjárt lemegy a nap, és nem fogunk semmit látni a temetőből. Remélem simán beengednek majd. Wow! Úristen! Háttérben a műezén szól. És gyakorlatilag nem látni a végét a temetőnek, én ameddig nézek arra, nem látom, hogy
A közel 10 négyzetkilométeres temetőben több mint 6 millió ember nyugszik. Na, jól néz ki. Egy sütje rátapasztja erre a izére. Nem hű meg. My name is Sergio. Who was that? Abel. Abel. My name is Abel. Nice to meet you. Csaja. Kértek? Nézd, kifertőtlenítik. Figyeld. Basta, én szeretnök legyen. How much did they pay? Oh, shukran. 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 Ez mi? Árulnak valamit, tejet. Ez a franc. Ilyet még nem láttam. Vagy szága kála. Ulyák, mit tudjuk, hogy mindenre? Azt a mindenit. Hungária. Hungária. Na, ez az, amit még én se kóstolok meg. De marha érdekes. És akkor a ízéből fogja meginni. Korsóból. Buszon a régi rendszám magyar. Tudom, mennyire látszik. Mindjárt utána futok, de szerintem esélytelen. Ott van rajta a H betű, meg a piros-fehér-zöld. Amúgy érdekes, mert pont a feliratok alapján azt fejtegettük, hogy olasz busz lehet, mert olasz feliratok vannak rajta. De valami magyar kapcsolata biztos van, hiszen egy magyar rendszám volt az iraki alatt. Na, utolértem, most jól játszik. Ott a H betű, rajta meg az iraki. Ez talán 2021-es ideiglenes rendszám, ha jól értelmezem. De itt meg olasz feliratok vannak rajta. Érdekes. Itt csinálja a falafel. Dejha. How are you, sir? Fine, thank you. Where so from? Much. From Hungary. Hungaria. It's close to... Can't you read this guy? This guy, actually, he's living in Amsterdam, I think, Amsterdam. Right? Amsterdam. Close to you, right? Dana. Traditional food. It's called falafel. Falafel. You are eat like sandwich. Hmm. Can actually, I have one? Yes, yeah, sure. Sure, of course. I know. Yes, sir. Do you like it here or take away? I will eat on the street. How much does it cost? Sir, it's cost 750, but there is one thing. I cannot take from you. Why? Because of our guests. That's why we cannot take. This is Arabic traditional thing. We cannot take money from our guests. Elképesztőek itt az emberek. Most megmagyarázta, hogy miért nem fogadnak el egyáltalán pénzt ételért, mivel a vendégük vagyunk, és náluk ez a tradíció, hogy akkor meg vagyunk hívva mindenre szinte. De amúgy az érdekes, hogy ez már szóval a tizedik arab országon bejárok, és azért ilyet én még nem láttam, tehát hogy ez egy tipikus iraki dolog, úgy látom. Megérkeztünk Kerbalába, szépen fel van díszítve. Ez a második ilyen kivilágított híd. Amúgy most már elkezdtem élvezni itt a vezetést. Féltem tőle nagyon, hogy mi lesz itt. De egyszerűen marha jó, nem kell figyelni a szabályokra, mert nincsenek. Arra kell csak figyelni, hogy ne érj hozzá a másik autóhoz. Marha jó, tök szabadon vezet az ember, mint a biciklizne. A szálloda busza bevitt minket a belvárosba. Ez egy ránézésre egy jóval tisztább város, mint amit eddig láttunk. Teljes tisztaság van. Ott a mecset, úristen, de gyönyörű. Szóval
Szóval ilyen az esti hangulata a síták egyik legszentebb mecseténél. Mindenki fotózkodik, élvezi, hogy itt van. Számukra ez egy nagy dolog, hogy eljöttek ide. Hasonló ez a mekkai zarándoklathoz. Csak ugye a sítáknak ez az egyik legfőbb helyük. Egyesek itt kint is imádkoznak, csoportosan. Ott meg egy nyitott koporsóba visznek ebbe egy holttestet. Durva, az előző városban is láttunk ilyet, ott mondjuk nem nyitott koporsóba vitték őket, de ott is folyamatosan vitték be a holttesteket. Ott nyitott. Hoppá, majdnem lejtették. De szép ez a bejárat. Na de nézzük meg belülről milyen a mecset. Az zarándokok az iszlám harmadik imámának, Imám Hussein sírját próbálják megérinteni. Úgy látom, olyanok is vannak, akik itt alszanak. Be vannak készítve ilyen nagy pokrócok. Érdekes. Utcán is szőnyegek, és kosz az nincs. Se szemét, se kosz. Ez nem olyan, mint Basra volt. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra.